Gödöllői Szimfonikus Zenekar, hát most tudnának a számoljam, de igen, hát egy év múlva 40 éves lesz, és értelemszerűen Gödöllőn és Gödöllő térségében működő szimfonikus zenekar, amelyik az említett város és annak körülötte lévő kisebb településeknek a zenei életét hivatott ellátni. Tehát minek van önálló bérleti sorozatunk, van két ifjúsági sorozatunk, szoktunk Budapesten és másfelé is játszani. Tehát egy általában egy vidéki zenekar élete nagyon színes. Így volt ez most is, hogy most ezt a nagyon kedves kis Ránki darabot ide tudtuk hozni Beregszászra, úgyhogy ez nagy öröm nekünk, és nagyon örültem, hogy a gyerekek ilyen figyelemmel és értő füllel hallgatták. Mindenfajta előadás van, tehát az önálló felnőttekre szóló bérleti, illetve a családi sorozatunk természetesen az alkotja az évad gerincét, de emellett vannak mindig más extra koncertek, meg tudom említeni az adventi koncertünket, ami most például a Nemzeti Énekkar lesz a meghívott vendég, akkor nagy sikerrel szoktunk 2 vagy 3 előadást csinálni az újévi koncertből, az egész Gödöllő város olyankor kivonul és kulturáltan szórakozik különböző népszerű dallamokra, de a koronázás hétvége, vagy szeptemberben a Gödöllősz Fesztiválon, 2 évente a Liszt Fesztiválon, ami a Királyi Kastélyhoz kötődik, ezek a nagy koncertek. Mennyire nehéz a gyerekeknek a zene által átadni a mesét, a mese hangulatát? Az az igazság, hogy egyáltalán nem nehéz, hogyha a körülmények megvannak, tehát nem egy visszhangos tornatereme vagyunk, egy tornaóra után is a gyerek teljesen szét van esve. Ha ez nincs, és a zene jó, már pedig mi igyekszünk mindig nagyon értékes zenét választani, akkor nem igaz az a köszön, hogy nem lehet megfogni a kamaszokat, de csak nagyon-nagyon jó módon és jól kell a módot kiválasztani. Úgyhogy mi ebben igyekszünk, ahogy a többi szimfonikus zenekar is, oroszlánt részt kivenni, és bízom benne, hogy sikerül is.